Ennek a könyvnek jelentős szerepe van abban, hogy ez a különleges és egyedülálló óra Magyarországra került. Ez az ipari és népművészeti remekmű ugyanis egy kötet szegedi bemutatójára készült még a háború előtt. A könyv szerzője az a német Kálmán, aki a történetírás szerint a székely falvak lakóinak a körében elhintette a hazaköltözés gondolatát. Visszatérve az órára, ez egy másolata a már nem létező eredeti Erdélyben megalkotott időmérőeszköznek. Ez az óra a háború viharait a Szegedi Múzeum pincéjében élt át, igen rossz állapotban. Ám volt egy ember, aki felkutatta. Volt egy nagy dorogi, valamikor bátorszéki Szabó Aladár nevű ember, aki nem ismert lehetetlent. Ebbe térbe, ahol ő, hát végül is józsefalvi székely ember. Ő volt a Kálmánnak, a óra készítőjének a kántora. Még itt Bátaszéken is. És ő volt az, aki felkutatta az órát, mert senki se tudott róla. Tudták azt, hogy valahol ott van Szeged környékén, vagy Szegeden, de egyszerűen nem engedték a közelébe, nem adtak rá lehetőséget, és nem segítettek neki, hogy meglegyen az óra, megmutassák. És olyan volt, hogy ő nem ismert lehetetlent, ezért mondtam az előbb, hogy ha az ajtón kizavarták, az ablakon visszaszökött. És ő 5 alkalommal volt lent, én 2-szer voltam lent vele, hogy na hozzuk el, először nem adták oda, arra hivatkoztak, hogy nincsen a múzeumigazgató bent, ők meg nem adhatják oda. De még csak meg sem mutatták, hanem amikor ő minden héten 3-szor telefonált. Gondolom meg is unták a múzeum dolgozói, és akkor egy alkalommal, amikor felkereste őket telefonon, akkor megígérték, hogy menjünk le, és odaadják az órát. Így került az óra Péter András bátaszéki mester kezébe, aki az eredetiről készült képek alapján restaurálta az igencsak rossz állapotban lévő szerkezetet. Hát én kétségbe estem, amikor megláttam lenne a pincébe, hogy milyen körülmények között tárolták, tartották, és hogy fele van meg. Hát nem volt meg más, csak az óra szerkezet és ez a váz. Elkezdtünk kutakodni, sorra jártunk, nem tudom hány idős, székely embert, családot, akiknél még fotók voltak. Tehát találtunk egy-két olyan fotót, ami megmutatta, hogy eredetileg hogy nézett ki. Több mint 160 órát, olyan 160, még fel a könyvelésemben benne is van, ugyan ott úgy van oda vésve, hogy TM, tehát társadalmi munka. És én körülbelül mondom 160-165 órát dolgoztam rajta, mire ebben az állapotban vissza tudtuk tenni. És az volt a lényeg, hogy nem kell az órának járni, mert végül is ez eredetileg se arra készült, hogy járóképes időt mutasson. Habár mutatja az órát is, meg mutatja, tehát megy is a zimba, jár szépen, úgyhogy csak az, hogy most már megint olyan állapotba került, hogy ott lehet látni, hogy a szobrok is kidültek, kiesnek, most ráférne egy tatarozás, egy kis felújítás megint. A legfontosabb része maga az albumban is benne van, az óra szerkezet. A fogaskerekekkel, a súlyokkal, mert végül is a súlyok biztosítják a rugó helyet. Tehát nincs rugó, ebben az egészben egyetlen szög, egyetlen csavar nincsen. Ez minden ragasztott és fatiplikkel van összeillesztve, összerakva. Például olyan, hogy itt van hátul, ez is hiányzott róla, ez végül is egy szilafon. A felső tengelyen, már annak idején, amikor feltataroztam, nem raktam vissza a bütyköket,
mert ahhoz már zenésznek is kellett volna lennem, hogy a bütyköket csak úgy lehet berakni, tehát befúrni, betenni, hogy az olyan hangon szólaljon meg, és azt a dallamot adja le, ami kell. Ez 2005-ben volt, számtalan órást megkerestem. A bajai órásoktól kezdve a szekszárdiakig, mint sorba jártam, hogy jöjjenek, segítsenek valamit rajta, hogy tökéletesen menjen. Minden órába, minden negyed órára előjött egy kép, egy ilyen faragvány. És a másik, ami végül is fontos volt, hogy minden órába a galambok kijöttek. Tehát maga úgy működött az óra, hogy óránként kijöttek a galambok is, és kakukkoltak. De hát azt sajnos már nem tudtuk annyira visszaállítani. De mondom, még a teteje is hiányzott, tehát nem is tudtam, hogy milyen tetőt tenni rá. Milyen volt az eredeti teteje, mert a fényképeken, amik összetudtunk kutatni, keresni, mindegyik úgy volt fényképezve, hogy idáig. Tehát a tető nem volt rajta. Ezt a tetőt végül is, ezt találtam legjobb megoldásnak, mert tudtam azt, hogy zsindely volt. Tehát ilyen fa cserepes zsindely volt a tető. Mert egy képen találtam egy olyant, hogy az első sor rajta volt a képen. És abból ki kellett következtetni, hogy milyen legyen. Milyen volt. De végül is annyira sikerült, hogy utána előkerült egy eredeti fénykép, olyan, amin a tető is rajta van. És akkor azt mondtam, hogy András, nem csináltál rosszat. Szóval direkt meglepő volt, hogy annyira eredetibe vissza tudtam tenni. A mutatókon is lehet látni, a betűkön, a számokon lehet látni, melyik az új. Hát ezekből talán nem is volt meg egy se. Mind le volt esve, innen le voltak, és akkor ezeket mind újra kellett csinálni. A legnagyobb munka a lánc, ennek a láncnak a újracsinálása, mert egy darab se volt meg benne. Nem is tudtuk, hogy mivel húzták föl, hogyan működött. És akkor találtunk egy olyan fényképet, amin lehetett látni a láncszemeket. És akkor azt mondtam, hogy ez nem más, mint egy olyan, mint a motorkerékpárnak a lánca. Csak erősebb, vastagabb is fából van. De hát azt is ki kellett találni, ugye, mert a vezető fogaskerék, ha csak egy fél millimétert vagy egy milliméterrel más volt a láncszem, már a 10., 15. láncszemnél már fölvitte a meghúzó tengelyre. És volt olyan, hogy mit tudom, én két napig ezen kísérleteztem, hogy milyen távolságra legyenek a lukak, mekkora ívet szabad hagyni neki, milyen távolságra legyenek a szemek. Még most is otthon a műhelyben megvan egy kis ilyen veszélykosárba a maradékok, amin kikísérleteztem, hogy ez kell, és így most jó. Így végül is így lehetett használni. Most még ezt kell megcsinálni, hogy ez is ugye itt van, valaki hozzányúlt, kitörtek egy darabot belőle, most majd vissza el kell vinnem, és meg kell csinálnom, hogy visszaállítani eredetibe, mert hát azért így nem maradjon. Az óra eredetének elkészítője Székely András volt, aki most már csak ezen a képen, de büszkeséggel őrzi a bátaszéki tájház demekművét. Péter András pedig arra készül, hogy újra felújítja ezt a páratlan szerkezetet.